Ez Goldrick. Előtte nekem kéne itt beszélni NPC-vel. Ah, you appear to be doing well. Very good. Well then. Van egy herócsaj, akit vihetsz be magaddal. Oda tudok neki adni prayer bookot. Adjak neki prayer bookot? Tessék. A round table góri lánya. Oké. Okay. Ezeket egyiket sem tudom használni, úgyhogy ezek teljesen fölöslegesen nézegetem. Igen. Bocs. Fel lehetne öltözni annak a Knight-nak, ami van a borítóján, és azt hiszem a Dark Souls 2-nek. Ring! Mit lehet offerelni? Offer a bell bearing. Az nekem már nincs. Hogy nem lehet szétgurulni mindent. Nincs semmi. Oké, okay, innen jöttem. Itt a Smith. Ezzel a nővel még nem beszéltünk. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the round table hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion, and you, I am sure, will bear a baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah, my thanks, great champion. Vele dumálsz végig a várban, mert fogadni a plusz 8-as rapiert, ha kinyírtad Godrickot. Tényleg? Az nekem azért egészen jó lenne egy rapier. Baldahin's blessing. Oké. You felt light up inside you was a Baldahin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? The blessing is still aflame in your breast, dear. Gondoltam, Gabola. Gondoltam, szinte már vártam, hogy lecsapd ezt a labdát. Most nem kell. Most nem kell megölelni, köszi, már egyszer már megvoltunk. Itt a Smith. Ez nem tudom, ez egy füstkapu. És itt semmi. Ezt ki lehetne nyitni. Nyissuk ki. Ó, itt lesz egy csomó ilyen. Itt van egy crossbow. Ez nekünk semmire nem jó sajnos. Ah,
Nincs nálunk több francba. Pedig már azt gondoltam volna, hogy azt is meg tudjuk nézni, de nem. Az a sapkás csóka, az nincs itt, akivel beszéltünk? Exterion. Kovácssal, aztán a lányjal, a kandallónál, aztán megint a kovács, és utána fast travel, aha. Jó. Most akkor beszéljünk a lányjal. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? The blessing is still. Would you like to be? Nem. Nem szeretném. Ja, kandallónál, ja bocsánat, nem olvastam el. Piros ruhás, mondod a nagy teremben, én nem látom. Mondom, nem rá gondolsz. Allow me a word of advice. You are a mere visitor to the round table, a house guest. Remember your place. Okay. Be sure to tell me if you meet a young. She's a servant to my house. She's been my companion since. I've lost count of the number of times. Nem beszéltem még vele, de őt hol lehet megtalálni egyébként? She's such a little tomboy. Beszéltem egy olyan NPC-val, aki azt a küldetést adta, hogy öljem meg Godricot, tehát mondtam is neki, hogy azért is jöttem, hogy megöljem Godricot. Ugye ott van fönt a várban. Tehát azzal nem is volt gond. Nagyon egyszerű, igen. Igen. Be sure to tell she's a servant to my. She's been my companion. I've lost count of them, honestly. Igen, azt hiszem, hogy valahol itt van egyébként. Ott én már voltam. Ez. Azzal én már beszéltem, Exterion, amit mondasz. Egyébként. És azzal a lánnyal beszéltem is. Itt mondod? Itt, és itt, itt ült egy lány. Ő. A pleasure to see you. Did you give the little chrysalids the message? That I love them. And that despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. What's this? A keepsake? From my men? Ezt még nem adtam oda neki, de amikor először játszottam a játékkal, az első streamben beszéltem is vele. Most megy oda majd a kandallóhoz? Aha, most megy oda. Igen, most oda megy a round table holdba, oda megyünk most mi is. És akkor most meg vagyunk. És akkor ő most itt van. És ott majd lesz egy Golden Seed. I should have told you sooner. Isn't this place impressive though? The round table hold. Covert quarters of the two fingers.
and gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us Tarnished had such fantastic roots, although it's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. Csak végigbeszélgetek vele. Ezt nem is tudtam, hogy ez a quest ez így van. Köszönöm szépen, srácok. Angi papa meg Exterior, nagyon szépen köszönöm nektek. Nem is tudtam még jó, hogy egyébként visszajöttünk gyorsan megcsinálni. Ő is kell majd a Rapierhöz? Itt a Golden Seed amúgy. A plusz 8-as Rapierhöz az ő küldetése is kell? Vagy az ő küldetése kell konkrétan? Mindenki rendkívül szoború történettel van? Nem. Oké. Okay. Hol is volt a Smith? Nem itt? Nem. Nem? Az ki? What do you need? Ő már most átjött ide? The notion you were but a visitant here, then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace, lay low the shard bearers, and claim for yourself a great rune. Do so, and the doors to the Round Table's inner chamber will open. And you will receive the wisdom of the Csak nekem tűnik egyébként Gyűrűk Ura koppintásnak a feje se? Once the wisdom of the two fingers becomes your own, I'll empower. Mint a Nazgulok királya? Vagy vagy ti is így látjátok? Lehet, hogy csak én? Vagy nem csak én? We've spoken long. Ja, már eleget beszéltünk, már unja is az arcunkat. Jó, akkor most kell elmenni a Smithhez. Nekem egy az egybe olyan, mint hogyha koppintották volna. Hello? Where have you been hiding? I took you for dead. No matter, it's all the same. Lay out your arms then. The girl you brought here, she's crestfallen and can scarcely swing a blade, but she has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. No, don't read too much into it. Well, no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time, technique never fails. Besides, it helps me forget the sheer terror of her. Yeah. Duplication? Ash of War duplication? Mi van? Hogy egy duplication? Lehetne erősíteni most ezen a fegyveren, de minek? Nem kell ezen semmit sem csinálni. Eladni meg nem akarok. Majd ez később kell. Jó. És akkor most beszélhetünk a piros ruhás hölgyel újra. Mert ez most jó körbe mentem. Igen. Hello. In truth, I'm still looking for my own purpose. You're telling me I possess some kind of gift
bosszok cuccait tudod lemásolni, ha dual wieldezni akarsz. Ilyeneket lehet csinálni. Ez mennyire durva már. Nem is gondoltam volna. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the round table hold. So I can tell. He's a gentle soul underneath it all. If I do have a talent for spirit tuning. De tényleg amúgy, mert pedig igazad van, Angi papa. Aztán mindent csinálhatsz, amit akarsz. Teljesen hülyeség átfutni a játékon, meg végigfutni rajta. Óriási baromság. Mert az egész játék savaborsát kikerülnöd, ha átfutsz rajta. Jó, akkor most egyelőre őt itt béké hagyhatom. A... Exterion, ahhoz a plusz 8-as daggerhöz, vagy rapierhöz, az kell még valamit csinálni? Tehát kell még bármit csinálni? Valakivel beszélni? Ugye azzal az NPC-vel beszéltem, akivel kellett, ugye aki bent áll a várban, mondtam is neki, hogy igen, majd meg fogom ölni. Majd meg fogom neki ölni. Most nincs semmi. A Godrikot. Végig dumálja a varázslatokat áruló csókával, amit már nem ismétli, amit mond. Aki itt van Stormwell Castle-ben. Aha. Nekem még nem ül ott egyébként. Lehet, hogy őt még egyszer meg kéne keresnem? Nem akarnám azt a küldetést amúgy elcseszni. Márpedig itt ebben a játékban úgy van, hogy ha egyszer valamit nem dumálsz végig és tovább haladsz a sztoriban, akkor cseszheted. Hol is van ő? Várjál, azt hiszem úgy van, hogy itt lejövök. Úristen. Jó, óriási. Hát ez meg. Itt van. Oh, hello there. Stopping by to learn a battle art or two. De már nem tudok vele csak learn skillt beszélni. Mondom, hogyha csak megölted. Ja, értem. Írtad is, ha csak megölted? Ha már csak Godric kell. Igen, jó. Jó, igazad. Jó, oké. Leafside Chamber. Most hol vagyok? Várjál. Oh, ott egy item. Udvaron keresd meg a csajt. Igen, azt szeretném én is még itt az udvaron szétnézni. Nem felrohanni, mintha nem lenne holnap. Uramisten, az mi ott? Ezt gyorsan szed ki innen.
Azt nem szét kéne törnie valaminek? Ez nem törik szét, ami ott van benne? Az mi fénylik annan belőle? Hú, de utállak, hogy nézel ki? Minibossnak kéne összetörnie, de nem törj össze. Elsuhintott fölötte, nem törj össze. Nem töri, én sem tudom összetörni, megpróbálom ide csalogatni. Gyere. Nem, nem csinál vele semmit, az a baj. Látjátok, beleüt pedig. Beleüt, de nem üti szét. De nem üti szét, nézzétek csak. Trollal kell szétüttetni, és hol van itt troll? Hagyjad már ezeket a gyilkos kombóidat, hát... Ne! Omen. Cleaver. Ez egy greatsword. Kidobta azt a greatswordjét. Ez nem troll? Nem. Lehet óriás hangnézés, nem tudom. Boss kapölt azt hiszem, de ez sem fix. Én nem üttettem szét. Itt most mitől van ilyen sötét? Azért mert egy este van? Vagy mi van most itt, srácok? Na, ezt ígyuk meg, miért meghalok. Ezt is ígyuk meg, miért meghalok. Úgyis mindegy, kb. Itt tudnék idézni farkaskákat egyébként. Jaj, ne! Jaj, ne! Ezt... Úristen! Ez normális? Én nem szidlak miatta, mondhatod nyugodtan. Persze, mondjad Jani nyugodtan, ezzel nem lesz probléma. Megvárjuk a reggelt, mert ez itt most már botrános. Level up-olni már nem is fog. Ezt level up-olni már soha nem fogok szerintem. Már annyiszor meghalok itt, srácok, itt a level up, azt már felejtsük el. Ki is lehetne szürkíteni ezt a kérdést itt? Már ez a kérdéskör itt nem szerepel. Ajtunk ki, jobbra le tudsz esni. Látom. Nem, most nem. Nem. Nem, Jani, köszönöm szépen, de most nem. Most nem, nem, már most annyit kilóttam Godrickra, szeretnék menni, meg fogom nézni, hogyha készülünk Godrickkal, de már most már a lehetőségem képest az összes helyen jártam. Már mi...
Hogy haltam most meg? Hogy? Hát ilyen kutyát nem megöltem 100 000 darabot. Mi van most, komolyan mondom, srácok? Bár az összes enemy megölt, ami még szembe jött velem. Még jó, hogy ilyen közel van a bonfire. Na, ahhoz a idétlen sashoz nem megyek, az azonnal megöl. Kb. Itt minden megöl azonnal, szóval itt kár próbálkozni. Azt mondtátok, hogy valami csaj. És ebből több is van, ott is áll egy. A másik nem kapta el. Ez úgy megöl mindjárt, mint annak a rendjes rácok. Hova mész, törökvéz? Itt vagyok. Stormhawk Feather. Remélem valami nagyon jó cucc ez. Hát, ha jól látom, vannak itemek. Aha, meg itt van egy ilyen. Golden Rune. Ott is ott egy item. Már is megszerezzük. Ez egy Golden Seed. Trinus Lily. Az a jó Isten. Most ezt hagyd ne már, én most ezt nem akarom. Itt hány felé lehet menni? 100 000 féle helyre lehet menni? Hát itt ugye lehet tévedni, hogy srácok, hogy ez soha meg se leszel. Csajelm, elmentes csak csajelm, mert mindjárt megállok. Oké. Hát ha megölsz... Mindjárt oda megyek a csajhoz. Azt mondod, itt van valahol a csaj. Fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you to a higher place. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Őt meg kell idézni a boss fighthoz, ahhoz, hogy ő az ő questje sikerüljön. Akkor viszont őt lehet, hogy meg kéne idéznem, nem? We must each follow our own guidance, down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Apologies, but I've idled long enough.
As fellow tarnished, we must each follow our own. És ő kell a questline-hoz, igaz? Tehát ha nem idézem meg, akkor a questline-ra az lyukra fut. Tehát ő kell hozzá. Ott lesz a köt kapu előtt, oké. Okay. Oké, okay, na most először is vissza kéne állnom arra, amerre menni kell, tehát Godric felé. Olyan, mint a kópát, azt tudom, persze, hát az az előző Dark Souls-okban is benne volt, hogy mehetsz, és akkor szépen idézhetsz meg. Ó, nem, ez a szar megint észrevett. Isten. Most muszáj ezt nekem megint leverni? De ezt nem akarom megint leverni. Ez olyan egy noob boss. Kettő már nem fért ki. Ennyit a HP potiaimról. Ja. Mitől van ennyi HP-d? Istenem! Volt egy milliméter HP-ja, egy ütés. Le akarok ülni a Grace-hez, de szét is akarok nézni ott, ahol van az a rengeteg katona, hogy mi van ott. Csak meg akarom nézni, hogy mi van ott. Nem akarok én itt nagy csodákat tenni, csak meg... és pont ott van annál a madárnál. De jó. Nem más, srácok, ez egyszerűen egy hülye vicc, igaz? Jó, az összes szólóat elvesztettem, te jó Isten! Ezt ennél balfaszabb módon nem lehetett volna itt ezt elszarni. Komolyan mondom, srácok, level up-ot már ebben a streamben egy darabot sem csináltam eddig. Én is gyűlölöm ezeket a madarakat, ezek hülyék. Ezek a madarak hülyék. Csak annyit akartam, hogy ott szétnézni, de nem tudok szétnézni, mert jön az a hülye kutya, vagy jön mellette az a kettő kétkardos gyökér, akinek annyi élete vagy kb. Két órán keresztül ölöm. És aztán meghalok, tehát ez ilyen... Ha itt elbújok, akkor a kutya észrevesz. Van részem a bosshoz, ez igaz, ez erről szó sincs, hogy ez ne lenne. Hát gondoltam, hogy ez nem lehet fölmenni, miért is lehetne. Miért nem lehetett megfenekezni? Ott nála mushroom. Au. Hopp. Haveri az üti, vágja az ágyút. Olyan kár, ezeket nem lehet használni. Ez kihagyott zicser. Véletlenül lehívtam a kutyákat, pedig csak inni akartam.
Már milyen régen voltak lenne a kutyák? Egészen jól halnak amúgy. Au. Úristen, mi megy itt, srácok? Atyaisten! Ne, Exterion, beírtad a gyár-három alapokotásra. Tudom, köszönöm szépen. Azért az alapok megvannak. Az alapok megvannak. Azzal nincs gond. Azzal van a gond, hogy szeretnék csak ott szétnézni, oda fölmenni. Neked csak F3-ad van? Ez egy csarok. Nem segít! Mikor ment le a HP-m nullára? Dead! Ó, és még valaki meg is fújta a trombitáját a végére. Hát srácok, ezt a streamet, ezt nem fogom kitenni az ablakba, esküszöm. Fel fogom tenni YouTube-ra, de nem erre leszek a legbüszkébb, azt tuti. Tehát itt, amiben meg lehet dögleni, abban megdöglöttem, amit el lehet szarni, azt elszartam, amennyi szólt összegyűjtöttem, azt mind elveszítettem. A progresszem az kimerül annyiba, hogy felmásztam 4 létrán, ott meghaltam 62 000-szer. Úgyhogy, ja. Nem ez lesz a best of, az tuti. Hát jönnek a haverjai, azt hiszik, hogy kemények, de nem azok. Gyere! Nem férnek át ketten, úristen. Gyere! Az egy nagyon kemény skill, amit nyomnak amúgy. El van akadva a fegyverem. Úgyhogy a dodge-ok voltak, láttátok? Egy se kapott el. Egy se! Menjetek már, ne szorítsatok már be. Au! Au! Valaki meghalt? Én is. How not to play Elden Ring. Egyébként igen, tehát hogyha szeretnél bármi eredményt elérni, bár az, az igazság, hogy igazából ez rajta múlik, mert amúgy mehetnék már a bossra is. Csak szeretnék szétnézni. De úgy látszik, hogy ezt nem lehet. Azt nem hagyják. Nem akarja a játék, hogy ezeket a katonákat itt megöljem, pedig én úgy szeretném. Az a skill, az olyan erős, az nekem is kéne. Áú! Te mit dobtál el, báránykám? Semmit? Nem baj, legalább dobnak egy csomó cuccat. Ezek most dobtak bőven. Igen? Igen? Már van Exile armorom is. Valakit esetleg ez érdekelt volna. Úgy látom, nem csak én vagyok az egyetlen szerencsétlen, aki ezeket próbálja megölni, mert itt van jó néhány vérfolt. Ó, de minek fújtad meg? És mostantól kezdve lesz itt az, amit Gebola beírt, amit nem olvasok föl. Biztos ő is csak egy haverjától hallott, hogy van ilyesmi. You bitch! Ujjjj! Ne hagyj meg! 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 Don't die now! Öld meg! Hello? Hát csináltok, Exile armorunk van! Mushroom, Smoldering Butterfly. Végül is felfoghatjuk ezt egy farmolásnak is. Csak annak a legrosszabb módja, hogy el is vesztjük azt, amit farmoltunk. Te most ébredtél fel? Magic Grease. Ó, de jó. Pike.
Akkor arra számítottak, hogy majd itt lentről jövök föl. Miért nem lehet ezeket használni? Annyira kihagyott zicser, itt annyira adná magát az egész, hogy ezeket itt lehessen használni, és én őszintén kőkeményen elégetni mindenkit. Én rettenetesen szívok ezzel a kastéllyal, örülök neki, hogyha ha ezzel be tudtam bizonyítani nektek, hogy nem csak ti szívtok vele. Hajd meg, hajd meg, hajd meg, hajd meg, hajd meg. Az a helyzet, hogy az Elden Ringhez, ez tipikusan Dark Souls játék, hogy kell egy kicsi bemelegítés. A probléma az, hogy kb. A bemelegítés a stream végére jött el. De mindegy, most elmondhatom, hogy itt mindenkit megöltem, leszámítva azt a bumburnyákot, aki ott áll. Szent vagyok, nem tudom mit jelent. Én sem tudom. Csapivel letiltotta az automat, gondolom valami csúnya dolog. Itt mi van? Hello? Te kép. Ez mi? Ha megvizsgálom, akkor elteleportálok egy olyan helyre, ahonnan nem tudok kijönni, és meghalok 3452-ször, mint a múltkor? Prophecy painting. Csak kapsz egy festményt. Yay! Az olyan, mint a bagett szerintem. Igen, mint a rusztikus bagett. Ugyanaz. Úgy is néz ki. Kb. Észrevedd, de csak felállt. Mármint az ogre. Nem jön egyébként. De úgy döntötte, hogy nem annyira érdekli őt, hogy én járkálgatok, de azért lassan közeledik, hogy mutassa, hogy azért nem lehet itt mindent összeszednem. Jó, ezen a lépcsőn még szeretnék fölmenni, de én úgy gondolom, hogy ezen a lépcsőn én már voltam, de azért megnézem még egyszer, mint a hülye gyerek. Igen, itt ugrottam le. Így van. Mesteri pályaszerkesztés egyébként. Mesteri, srácok. Bocsánat. Sikerült félregyelnem azt az egy kortyvizet, amit itt ittam. Még csak itt halok meg, hanem még itt is. Észrevett, igen. That's what she said. Így van. Itt is van egy loot. Ez is egy golden rúna volt. Ezt a csávot is megpróbálom itt leszúrni. Nem lehet. És most ezt át tudnám venni, és azt a kettőt ott kőkeményen leperzselni. Te mondjuk itt mit csináltok? Itt őrzitek a semmit? Hoppá! Úristen, meg ne haj, meg ne haj. Smoldering Battlefly. Igen, itt mi van lent? Ez micsoda? Ez is a Smoldering Battlefly. Hát itt mi van, srácok, ebben a kastélyban? Itt az rendesen elgurult a gyógyszer a Fromnál. Itt nincs olyan négyzetcentiméter, ahol ne lehetne azonnal meghalni. Jó, én úgy gondolom, hogy az udvar felüli részt, az teljes mértékben kimaxoltam. Tehát ezzel már szerintem további probléma nincs. Legalábbis ezt én gondolom így. Úgyhogy én most azt mondom, hogy mert rengeteg szól megszerzése után semmi más ne csináljunk, itt húzzunk el, mint a vadliba. Így. Tökéletes. Hol kell leülni? Ott kell leülni. Ülj le nagyon gyorsan. Ülj le. Mi mindig nem tudunk szintet lépni. Én szintet én már nem lépek. Srácok.
befejeztem a szint lépést, leszáboltam ezzel a hülyeséggel, ez a gyenge ember jellemére tesz Danu bizonyságot, aki szinteket lép. Minek konkrétan? Hülye, aki szintet lép. Mi lenne, ha oda átteleportálnék? Könnyebb, mint a DS3, nem? Tudom, mit csinálnak a halak a vízbe, igen. Ezt már derék hallottam még középiskolás koromban szerintem, hogy azt nem szabad inni. Hát ez remek. Itt a füstkapu. Most hol vagyok? Azok ott mik? Hello? Srácok, hagyjatok már békén, mi ez? Level 62 és 4 nappal később kezdted. Én nem tudom, hogy azt szintűek, szerintem 14. 12? Mi ez a hatalmas pot itt? Ez mi? Üljél le. Mi van akkor? Most csak teszek egy próbát. Mi van akkor, srácok? Ha én ezt a giantet itt lehúzom, úristen, meneküljél! Tehát ide húzom. És ez biztos, hogy egy óriási barom ötlet egyébként. Szűzanyám. Úristen. Úristen! Ez óriási baromság, igaz, amit most itt csinálok? Ne lokkolj már rá! Most ő elkezd megölni itt mindent. Amúgy a Giant. Szétrúgta. Szétrúgta, csak mondom. Szétrúgta. Kutya is meghalt. Úristen. Au. Várjátok, ez szétütötte. Szedd fel nagyon gyorsan. Smithing Stone volt benne, srácok, csak mondom, akit érdekel. És ha ide befutok, akkor itt mi van? Ide be tud jönni a Giant? Nem, de be tud ordítani. De Dagi Dög meg be tud ide jönni. Na, ne romboljál itt össze-vissza. Kifutok a lábak között! Nem lehet. Úristen. Egyébként valaki üti a... Szabi, mi van, srácok? Itt össze-vissza hal meg mindenki. Jó, szerintem húzzunk innen. Miért meghalok, azelőtt ide gyorsan befutunk. Dalfan, 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 dalfan. Ennyi. Ezt így kell megcsinálni, srácok, ezt a cloisterfákat végigcsináljátok, és easy peasy. És aztán nyugi van. Teljes csend. Hát itt nem rád fogadtam volna. Srácok, ezután a stream után, ha van olyan ember, aki még amúgy fogadna rám bármilyen szinten az Elden Ringben, akkor arra azt mondanám, hogy vagy ivott, vagy még nem ivott eleget.
Tehát ez, itt mondom, ez a, nem ez az a stream, ez az a stream, amit ki fog tenni tényleg az ablakba, mert itt aztán tényleg se nem éreztem rá a játékra, se nem voltam szerintem itt. Végülis ezt nem mondom, hogy nem voltam itt fejben, de igazából egyelőre semmi nem jött még össze a streamben, mármint ebben a kukri. Na hát ez az óriási, 8 darab kukri. Tehát életemben nem dobtam még el kukri, talán a Dark Souls 3-ban dobtam el egyet. Azért csak azért megnézzem, hogy az mit csinál. Tudnál szerintem amúgy fejlődni? Ők amúgy engem bántanak? Nem bántanak. Crackit pat. Jó, húzzunk innen, ez nem normális itt. Tudnék fejlődni amúgy, de úgy vök vele, hogy minek? Már én most értitek? De most lépek egy szintet a betörhető rúnákkal, de egyébként igazad van, tehát fogok egyet fejlődni már csak azért is, hogy ne veszítsem el a szójaimat, tehát meg fogom csinálni azt. Mennyi kellett? Bocsánat, ezt nem néztem meg. Hogy amit elveszítek stone szólokat majd a boss arénában, azokat ne, tehát hogy ne veszítsem el, tehát 4580 kell hozzá, akkor mindjárt lépünk egy szintet, hogy amikor meghalok a bossnál, akkor ne legyen probléma az, hogy mennyi szólt veszítettem. Golden Rune. Azt mondja, hogy ebből egyet egyél meg. Ez 200-at ad. De nem azt mondtam, hogy ülj le. Akkor 6 darabot betörünk. Ja. Level up, és szerintem a vigorra kéne adni. Nagyon kevés a HP. Na. Hanyas szintű vagyok egyébként? 27-es szintű vagyok. Ha ez bármit is számít, vagy bárkinek bármit is számít. És akkor ezt a csajt megidézzük. Meg ha bárki szeretne jönni boss harcolni, az szívesen fogadom. Na. Egyébként sose idéztem meg a Dark Souls-okban NPC-ket, csak akkor a quest van hozzá, de azt mondtátok, hogy ez egy side quest. Úgyhogy ezt meg csináljuk meg. Menjünk akkor be a bosshoz. Nézzük meg. Mighty dragon. Thou'rt the true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Szia Remólián, rengeteg van még, nagyon sok. Ez az első boss, mármint a sztoriból. Nagyon sok még. Még háromszor ennyi, szerintem. Úristen, de jól néz ki. Minek operáltatott magára ennyi végtagot vajon? Mennyire szereti a mágiát, nézzük meg. Túl messze van. Nagyon óriási mennyiségű HP-je van. Shit. Nagyon tetszik a zene. Nézzük, mi ez a moveset. Movesetje az nagyjából AOE-ra építkezik. Ezek nagyon nagy damage-ek, amiket nyom. Úristen, ez megvan. Ezt meg sikerült fenekezni.
Mit csinál? Minek vágtad le a saját karodat? Annyira érződik mi az, akinek a japános stílusa, hogy ez döbbenet. Egy döglött sárkánynak a fejét húzott fel a karjára, amit levágott. Elnyege Bola, ezt kell elolvastom boss fight közbe. Szűzanyám. És ezt hogy lehet kilodzsolni, sehogy? Úristen, mennyi HP-m volt, láttátok? Egy jó, hogy a HP-re adtam az előző szintlépésen. Itt ez miért nem találta el egy sem? Ez mi volt? Miért nem találtam el egyszer sem? Meg fog halni a csaj, csak mondom. Ilyenkor miért nem lehet ütni? És a csaj miért áll bele a tűzbe? Nincs VASD skillje. Jó, a csaj az meghalt, mint a legnúbabb warriorok a WoW-ban. Akik beleállnak mindenbe. És aztán azonnal utána haltam jó szándékból. Öt nagy dungeon boss van, meg kismillió egyéb boss, igen. Következő boss annyira creepy. Kíváncsiak a többi boss egyébként, de eddig az összes boss nagyon creepy volt. Retteletesen creepy volt az összes. Egyetlen egy boss sem tudok mondani, aki úgy nézett volna ki, hogy mint egy normális akármi. Mindegyik szörnyen néz, mindig borzadályos. Igazi Abominationök, srácok, tehát egy ilyen retteletes, borzalmas lények, ilyen elképesztő még nézni is. Megértemelte a hype-ot egyébként Remolian teljesen.